Gyönyörűséges jó estét mindenkinek! Tiszteletel és szeretettel köszöntöm kedves tanítványainkat ma a templomban, Tibinek pedig külön köszönöm a nagyszerű bevezetőt. Ha azt mondod, hogy a zen kivezet a szavak dzsungeléből, már tudod, hogy hiba. De hogyha ragaszkodsz a csendhez, az is. Maradjunk ott, hogy a munka és a szerelem gyönyörűséges keveréke az zen, és ugye mikor mi? Melyik nap melyik? És hogyha ezt a Dostoyevsky idézetet, amit gyönyörűen hoztál, tényleg megértjük, akkor lehet önzetlenül szeretni egy embert, egy családot, egy csoportot, társadalmat, mint az embereket is. Kinek van kérdése? Ha már szerelem szóba került, mit gondolsz a poligámiáról? Vannak társadalmak, ahol ez bevett szokás, hogyha kicsit a közel-keletre nézel, a szunni változata az négy feleségig, tehát azért ott is volt egy kis túlélő taktika, tehát négy feleségig. És az első feleség a főnök. A többi három így érkezési sorrendben követi a házi rendet, és csak akkor lehetséges ilyen, hogyha boldogá tudja tenni, és el is tudja tartani mind a négyet. Tehát ez kulturális berendezkedés kérdése, itt nyugaton a monogámia honosodott meg, és egyébként, hogyha mondjuk Tibetre nézel, ott volt poliandria is, mert hát annyira kevés volt a nő. Tehát berendezkedés kérdése, megszokás kérdése, és ehhez, hogyha alkalmazkodunk, akkor követjük azt, amit normaként a társadalom nekünk tanít. Egyéb kérdés? Honnan tudom megkülönböztetni az illúziót a valóságtól, az, hogy bennem mikor mi az illúzió, és mi a valóság? Akár. Mondj valamit, amiről számodra kiderült, hogy illúzió. Ezt így konkrétan most nem tudom. Tehát nincs illúzió, akkor csak a valóság maradt, minden sikeres. Mi van a kezemben? Pot. Egy bolt van a kezemben, elhiszed? Nem. Miért nem? Mert nem látom. Csak mondom, ugye, de nincs ott. Igen. Na, az az illúzió. Azt hiszem, hogy ott van, de nincs ott. Azt hiszem, hogy számíthatok rá, de nem számíthatok. Azt hiszem, hogy megbízhatom benne, de kiderül, hogy megcsal. Azt hiszem, hogy tartja a házat, de összeomlik. Tehát ami így működik, hogy megcsal, összeomlik ott hagy. Nem számíthatok rá, az illuzórikus. Ez a materiális vagy érzékszervi valóság síkján nagyon jól látható. A keleti tan szerint viszont az illúzió minden, ami múlandó. És ebben az értelemben ez egy más látásmód. Tehát minden, ami keletkezett, az egy ideig fönnmarad, aztán elmúlik. Hogyan lehet a két nézetet, a transzcendenst és az evilágit ugye összehozni? Minden karma, energia és információ közössége. Tehát ez a bot attól az, mert mondjuk mínusz 120 és plusz 400 fok között vannak az atomjai. Megformálták, lecsiszolták, ő nem tudja, hogy ő fa, mi tudjuk. Mi tudjuk, hogy a feltételek mik. És innentől kezdve, amíg ezek a feltételek fönnállnak, addig ez Fa. jó sokáig, ez több száz évig fa lehet. Ha megemelem a hőmérsékletet, 400, kezd kicsit izzani, 500, 600, 700, már rég, és utána elég. Ettől nem volt illúzió a fa, amíg fa volt, csak megváltoztak a körülményei. Tehát amíg én információt és energiát, hitet és cselekedetet teszek egy kapcsolatba, egy karmába, addig az fönnáll. Tehát amíg valamibe vagy valakibe időt, energiát, hitet, szeretetet teszel, addig az fönnáll. Amilyen minőségben fönnáll, fönnáll. Addig tart, amíg ez az energiaközlés és információközlés tart. Ez nagyon hideg, ahogy mondom, de valahogy meg kell fogalmazni. És az emberi kapcsolatok szintjén ez a jelenlét. Jelen vagyunk egymás életében, akkor számomra a másik ember valóság eltűnünk egymás életéből, illúzióvá vált. Csak hiszem, csak remélem, vagy félek attól, hogy ott van, de nincs ott. Mihelyt konkrét, mihelyt ott van velem szemben, mihelyt megfoghatom a kezét, kitölthetek neki egy pohár italt, felszolgálhatok neki vacsorát, vagy elfogadhatom tőle ugyanezt, abban a pillanatban konkréttá válik, mert láthatom, hallhatom, tapinthatom, ízelhetem, és nem csak gondolhatom. Hát meddig maradnak fönt a jelenségek, meddig valósak számunkra? Visszatérek a Dostoyevsky idézetre, ez munka, ez befektetett munka, ez nagy dupla V. Tehát, hogyha nem fektetem be az energiát, és nem teszem bele az információt, ha nem térek vissza hozzá, és nem veszek neki a 30. évfordulón is virágot, akkor az eltűnik. Mert a világ így működik, hogy mulandóak vagyunk, és mulandóak a jelenségek. Ezért van óriási jelentősége a fogadalmaknak. A fogadalom, az eskütétel, az abszolútnak hit, beszéd, az az, ami az igazságot teremti. És hogyha ezek nincsenek, akkor nincs iránya sem az életünknek, csak pörgetjük a mulandóság kerekét, és egyre többet szerzünk, egyre kevesebbet tartunk meg, és még többet dobunk ki az anyagi és emberi valóságunkból egyaránt és ha szenvedünk valamitől, akkor ez az elképesztő, gyors, efemer körforgásom, a mulandóságnak, ez a hatalmas fordulat számon való pörgése. Ez bizonyos embereket lázba hoz, másokat elcsüggeszt, valaki teljesen depressziós attól, hogy mire megfogna valamit, már ki is ment a kezéből. Mire megismerne valakit, már el is tűnt az életéből, és jön egy másik, akit szintén nem ismer meg eléggé és valószínűleg magunkat kéne egy kicsikét megismerni, és nem rohangálni ugye a létünk első, második és harmadik emeletére leföl, mint a mérgezett egér. Fantasztikus példát hallottunk. Amíg nem tudsz megállni, nem tudsz befelé fordulni, és nem tudsz egy tiszta tükörszerű tudattal látni, addig ez az állandó körforgás, amit műszóval szamszárának hívunk, ez állandóan szenvedést fog okozni. Ha meghaladtad ezt a körforgást, akkor már van egy stabil pontod. Archimedes nagyon jót mondott, csak az a stabil pont nem kívül van. Az a stabil pont itt belül van. És nem a világot kell kimozdítani, a világgal kell egyé válni. És akkor megszűnik mindaz a szenvedésteli, kényszeres reakció, amitől a világot mindig szétrobbantom jóra és rosszra, énre és másra, és azt hiszem, hogy ezek abszolút értékű különbségek. Rajtam kívülálló okokból keletkeztek, és kiderül, hogy ez nincs így. Ami ennek teremtjük a világot, az olyan lesz. Ami enné tesszük magunkat, olyanok leszünk. Elvégzett gyakorlat mennyisége, az nem feltétlenül van arányban az illető személynek a Minőségi változásával. Vajon kiről lehet szó? Na, bárki. Ó, oh, hát azt. nem. Valaki a bögyödben van. Én tudom ki, mondjam ki. Nem segít. Miért van a bögyötben? Hogyha a bögyödben van, akkor te még nem gyakoroltál eleget. Igaz? Hát akkor. A mennyiség és a minőség viszont összefügg. Tehát, hogyha helyes motivációval gyakorolsz, akkor a minőséged emelkedik, hogyha nem helyes motivációval gyakorolsz, és itt elég már az összehasonlítás, elég egy külső pontra való támaszkodás, elég az aggodalom, elég a harag, elég bármiféle erős polaritás, az egész nagyon-nagyon félre tud menni. Sok szerzetes csinált száznapos elvonulást, így 94 és 2000 között, amikor én is kim voltam, nekem is belefért egy, és volt egy ilyen szállóige, hogy nem kell elmondanod, hogy mit csináltál a száz nap alatt. Amikor visszajössz, ott van az arcodon. Úgyhogy az embernek ott van a jelenlétében, hogy hogyan gyakorol. Ott van a cselekedetében, a beszédében, az érzelmeiben, a gondolataiban. Ahogy szeret. Ahogy segít. Vagy ahogy elfordul a világtól. Vagy ahogy elkövető és áldozat lesz. Ott a gyakorlat. Megkérdeztek egyszer egy zenmestert, hogy boruljunk le sokszor, nagymester? Nem, 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 inkább gyakorolni kéne. Akkor énekeljünk, mantrázunk nagyon sokat? Azt mondja, nem, nem, inkább gyakorolni kéne. Üljünk sokat csendben, meditációban, falnak fordulva? Azt mondja, nem, nem, inkább gyakorolni kéne. Egyéb kérdés? Az elmúlt hetek során. Fölmerült bennem erős érzelem és erős vágy. Ami feszítette a testemet és a lelkemet. Igyekeztem alkalmazni mindazt a tanítást, mindazt az eszköztárat, amit megtanultam élettapasztalatból és a zentől. Meglepően gyorsan eltűntek ezek a nagyon erős érzelmek, amiktől fájt a testem és meglepően gyorsan eltűntek ezek a vágyak, amiktől szintén feszült a testem. Ettől megijedtem. Lehet is. Mert mégiscsak szeretném ezeket, de úgy, hogy ne fájjon. Mit kell tennem? Meg kell találni a képzeletbeli potmétert a karmádon. Tehát, hogyha a karmát kiveri a biztosítékot, és szomatizálsz, testre leviszel érzelmeket, gondolatokat, de akkor fájni tudsz, feszülni tudsz, meg tudsz betegedni, vagy meg tudsz betegíteni másokat. Ha pedig tényleg az üresség tanítását, a függő keletkezés tapasztalatát alkalmazod, minden jelenséget, ürességét tudsz visszaírni, visszatranszformálni. És ez elképesztően félelmetes, mert itt van az illúzió annak egy nagyon komoly gyökere. Ha megteremted, van, amíg megtartod fennáll, ha lebontod, nincs és le lehet bontani minden karmát. Miért? Mert keletkezett. Ha nem keletkezett volna, akkor nem lehetne megszüntetni. De minden, ami keletkezett, az megszüntethető. És amikor erre te rájössz, hogy ez hogy van bent itt a lélekben, először megijedsz mert Úristen, semmi sem állandó. Semmi sem, de ahogy ma hallhattad, amíg energiát teszel bele, és amíg hiszel benne, addig ember és anyag, az ott lesz melletted. Ha bírja és nem húzza ki saját magából a kioldó zsinort. És először, amikor erre rájövünk, sokkal jobb, ha megijedünk, mint hogyha azt hisszük, hogy mi vagyunk a mindenható császárai az univerzumnak. És akkor az első kérdés az ijedelem után, hogy akkor most mi a dolgom? Mit tegyek? Milyen jelenséget teremtsek? Milyen kapcsolatot építsek? Kit kössek meg kölcsönös egyetértés esetén? Ki legyen a kapcsolatom? a szövetségesem, a szerelmem, a társam, a feleségem, ki legyen az? Óriási felelősség. Úgyhogy jó, ha az ember megijedett egy kicsit, és utána helyesen gyakorolja. Mert ez az élet elképesztően rövid. Ahhoz képest, hogy a hegyek, a felhők, a fák meddig élnek, és mi módon léteznek, mi addig tartunk, míg egy molylepke egy észreveszi a gyertya a lángját, belerepül, és is kis jelsercen. Kb. ennyi. Ennyi ez a 80-90 év. Ami fontos, és aki fontos, azt pillanatról pillanatra újra kell teremtenünk. Ezt az endben nem csak kezdő szellemnek hívjuk, hanem tiszta szándéknak is. Neved adottnak, hogy akit szeretsz, ő holnap is pontosan ugyanúgy néz rád, mint ma. Hogy ugyanott van. Hogy ugyanúgy viselkedik. Ezért kell visszatérni mindig abba a pontba, ahonnan megteremtjük a kapcsolatunkat. Újra, tisztán. És ezért adj esélyt magadnak is, meg a másiknak is minden reggel és minden este, hogy újra kezdi. Újra kezded, újra kezditek. És hogyha ez így van, akkor mindig friss tud maradni. A tudat hasonlít egy olyan főzőlaphoz, amely, hogyha kellő hőmérsékleten van, akkor a ráső vízcsepp, egy kicsit ott gőzölög és elpárolog. Ha nagyon-nagyon forró, akkor semmi nem marad meg rajta, mert minden, ami ráesik, azon nyomban elpárolog, sőt, a nagyon forró főzőlapok esetében már röptében elpárolog, nem is ér oda. Ha nagyon hideg, akkor rárakódik, ráfagy, rétegek ráfagynak, és a főzőlap elfelejti, hogy ő kicsoda. És amikor a jégrétegek törnek, akkor vele együtt törik a főzőlap is. Ezért kell vigyázni az azonosulásunkkal, mert akkor ragaszkodunk a formákhoz, a jelenségekhez. De ugyanígy vigyázz az üresség tapasztalatával, mert a tudat ebben a szuperforró, éber, nem azonosuló állapotban, ha elkezd ehhez ragaszkodni, mert egy önképet gyárt rá, akkor társulása képtelen lesz. És a földi életre valahol képtelen lesz. A maga minőségében nem tud megnyilvánulni egy védőburok nélkül. És ez a védőburok, akármi is legyen, ugyanolyan énség, mint az egoitás korláta. Ezért kell vigyázni, hogy ne ragaszkodjunk se a szavakhoz, se a csendhez, se a formához, se az ürességhez. Egyéb kérdés. Tudnál beszélni a kölcsönösségről, már itt kapcsolatok, szerelem, milyen kapcsán ez nekem, mintha mindig kimaradna. Tehát, hogy én beleteszek energiát, hitet és ettől, ettől, csak ettől működik? Nem. Nem csak ettől. Attól is működik, ha te tényleg úgy érzed, hogy ha te boldog vagy, én is boldog vagyok. Ha szomorú vagy, én is szomorú vagyok. És ez a kölcsönösség alapja. Számomra ez meg mindig csak rólam szól. Nem. Amit én érzek, amit én... Nem. Én érzékelek, tehát a standi kérdéséhez kapcsolatban, honnan tudom, hogy az illúzió vagy valóság van. Most a saját kérdésedről legyen szó egy. Ez ugyanaz. Kettő. Ha hallottad, amit mondtam, hogy ha te boldog vagy, az már nem csak rólad szól. Ha neked fáj, nekem is fáj. Már nem csak rólad szól. A kölcsönösség ez egy rendkívül egyszerű dolog, de az egyensúly a kölcsönösség alapja. Nem az egyenlőség, hanem az egyensúly. És ekkor tudsz tényleg kinyílni a másikra, és teljesen érezni azt, amit ő érez, néha még azt is gondolni, amit ő gondol. Általában, hogyha a pároddal ugyanolyan intenzitással tudsz hallgatni, mint amennyire beszélni, akkor valami nagyon szép és kiegyensúlyozott kapcsolat lehet. Ha a csend kínos és a szavak jelentés nélküliek, akkor tudod, hogy valami baj van. A kölcsönösség az egyensúlyon és a tükrözésen alapul, és éppen ezért együttérzéssel és bölcsességgel jár. Mindenféle ideológia nélkül, mindenféle mesterséges keretrendszer nélkül. Hogyha a résztvevő tudatok tiszták, akkor helyesen látjuk a helyzetet, tartjuk fönn a kapcsolatot, és működünk együtt. Rendkívül egyszerű. Hogyan találjam meg az egyensúlyt a család és a kötelességek között? Úgy érzem, ez valami karmikus dolog, mert gyerekkoromban eldöntöttem, hogy nem fogom azt az utat követni ilyen téren, amit édesapám. De mégis itt a templomba számtalanszor előfordul az, hogy a kedves párommal megbeszéljük, hogy most szüksége van rá, most kéri a figyelmemet, és akkor valaki megbögdösi a vállam, hogy megyünk dolgozni. Kérdezem, hogy halaszhatjuk? Nem, ma kell. És ez ismétlődik, ismétlődik, és en, en hogy tereltem ezt jobb mederbe, hogy ne legyen így? Meg kell nézni a napi időbeosztást. Tehát a munkaperiódus az olyan, hogy hát akkor a párodnak különösen vagy nincs rá szüksége, vagy már együtt dolgoztok, tehát senki sem veregeti meg a válladat és von el az ő környezetéből. Egyébként az életrend itt nem jelent konfliktust a munka és a kapcsolat között. Sőt, a gyakorlat, a munka és a magánélet az itt úgy van egyensúlyban, hogy ez vihető. Ez hosszú távon vihető. Ezt az életrendet nem mi találtuk itt ki, ezt azért csak Kóreában több mint 1500 éve gyúrják és nagyon jól tud működni. Honnan tudjuk, hogy itt nyugaton, egy alapvetően világi környezetben nagyon kevés módosítással az a monasztikus rend kiszolgálja a világi gyakorlókat és a világi társadalmat. És hogyha elég jó az átmenet kelet és nyugat között, akkor nagyon kevés karca, nagyon kevés töréssel. De hajlékony, adaptív, alkalmazkodó viselkedéssel. Úgyhogy megvan mindennek az ideje. Jól értelmezem, hogy akkor mondhatom azt, hogy ez most nem munkaidő, nem dolgozunk. Elmény. Esete válogatja. És ugyanezt nagyobb, tágabb nézőpontból nézve a családom kérdezi, hogy mikor látogatom meg őket. Nagyon nem tudom. Talán visszakérdezheted a családodat, hogy ők mikor látogatnak meg téged, mert eddig nem láttam a családodat itt, viszont te sokszor mentél hozzájuk, úgyhogy ők is jöhetnek nyugodtan. Köszönöm. Szívesen. A közelmúltban egy komolyabb anyagi krizisbe kerültem, ami az első néhány napban elég erősen megérintett, de mint eddig már olyan sokszor szinte semmiből egy kéz felém nyúlt. És úgy látszik, hogy legalábbis az anyagi része rendeződhet ennek a dolognak. Ehhez melyik mantrát gyakoroltad? Száz euróért megmondom. Akkor eredményes volt, látom? Valamit tanultál? Viszont a bölcs barátom, aki segítőkezet nyújtott, kérdéseket tett föl, anyagi természetűeket is, ami során fölmerült az, hogy igazából másodlagos fontosságú az, hogy ő most ezt a segítséget nyújtja, bár elsődlegesnek tűnik. Ugyanakkor a pénzhez való mindenkori viszonyomra nagyon erősen rávilágít, és az annak okozataként jelentkező szorongásra és egyéb dologra. Tehát évtizedek óta. Úgy bánok a pénzzel, hogy ha van, akkor nagyon költöm. Ha nincs, akkor akár kérek kölcsön, vagy kérek. Viszont hasonlóan az alkoholizmushoz, amit sikerült elengednem, ezt az életet nem szeretném úgy leélni, hogy évtizedekig ettől szorongok, és ez, ez mindig előjön, ez a, ez a dolog. Odáig eljutottam, hogy mi helyet csinálom ezt, erre szoktad felhívni a figyelmemet. hiány, stresszoldás és egyéb dolgok nyomán shoppingolok olyan ö, dolgokat, amik ö, igazából feleslegesek. És azt szeretném kérdezni, hogy tudnál-e abban segíteni, hogy a pénzhez, az anyagiakhoz való viszonyt ö, hogyan lehet ö, élhetőbbé tenni? Malac Persely. Minden nap bele kell dobni egy általad meghatározott összeget. Nem többet és nem kevesebbet. És az a szabály, hogy ha aznap nincs meg mondjuk az ezres, akkor ráírod egy papírra, hogy ez ezer forint helyett. És beleteszed. És nem lehet kiváltani. Tehát olyan nincs, hogy ha öt ezret beletehetnél, akkor beleteszel ötöt. Mindig ezret kell beletenni minden nap, és hogyha nincs, akkor ráírod egy cédulára. És havonta megnézed, hogy hány cédula van, és hány bankjegy van. Na most ez annyira bullshit, hogy ezt ugye te sem hiszed el, és én sem tudnám csinálni. És ehelyett azt kellene, hogy a pénznek a természetét és a hozzávaló viszonyodat egyszerűen energetikailag megnézed. Tehát ha úgy teszed föl a kérdést, hogy mi a pénz, akkor azonnyomban látod, hogy ez az anyagi világ eszenciája nem jó és nem rossz. Nem büdös, nem bűnös, és nem arany, és nem ideál. Ez egy olyan materiális eszencia, amivel az anyagi világ egyik darabját egy másik darabra tudom cserélni. Most maradtam az egyszerű dolgoknál, és nem mentünk bele a pénzpiacokba. És ha ezt az energiát a saját érzelmeid és gondolataid függvényévé teszed, akkor a saját karmát kontrollálja a pénzmozgást. És ez nem jó. Nincs megjósolható gazdálkodása annak az embernek, családnak és országnak, ahol csak érzelmek és gondolatok függvényében költünk vagy szerzünk pénzt. Ha nem látom meg, hogy mire való, hogy hogy működik, akkor csak a saját duális tudatom fogja befolyásolni az egészet. És ettől van az, hogy nagyon jó időszak van, valami nagyon jó, fönt van, bent van, nagyon jó, és most rengeteg zsé, el is költem. Miért? Mert így gondolkodom. Mert így érzek. Mert ilyen vágyaim vannak. Mert ezt akarom. De az, hogy valójában mi a működése a pénznek, azt itt nem láttam át. Ahogy mondta, stresszoldás, örömszerzés, pótcselekvés, egyebek, mert a karmám függvénye a pénzköltés és a pénzszerzés is. Nézd meg az anyagi világ három aspektusát, amit ugye az indiai Panteonban három nagy istenséggel jelölnek: Brahma a teremtő, Vishnu a megtartó és Shiva a pusztító vagy lebontó, egyébként tisztító is. Nagyon kevesen gondolkodnak úgy, hogy pénzt teremtünk. Általában úgy, hogy pénzt keresünk. A pénzt teremtésnél sajnos ugye áthallás van a nagy felbontású fénymásológép és az ezért járó börtönbüntetés valamint a nagyon kreatív gondolkodás között, és ezért a pénzteremtést nem szoktuk így bizalommal nézni, joggal. Értékteremtésről van szó, és itt fordul át az ember a saját karmájának a követése helyett valami felé, ami meghaladja ezt az egészet. És ez pedig az értékteremtés. Tehát hogyan tudok úgy értéket teremteni, amely másnak fontos, és ezért mondjuk hajlandó fizetni hogyan tartom meg ezt az értéket, és hogyan újítom meg ezt az értéket. És ekostabil egy cash flow. Ekostabil egy gazdálkodás. És persze a kimenő ugyanez, hogy költöm el úgy, hogy azt értékre költsem, és így ez a körforgás elkezdi a külső és a belső értékek alapján egymás részeit táplálni. Ha nem, akkor ez a körforgás törött, beindul a pénzgazdálkodás entrópiája, mert ahova tettem, onnan nem kapom vissza más formában. Tehát a rendes körforgás, a helyes, ugye a víznek nem gondja azt, hogy eső, meg jég, meg pára, meg dér, meg hó. A H2-nak nincs identitás problémája. Nekünk van. Nekünk van értékválságunk. Nem tudjuk, hogy hogyan adjunk értéket bizonyos dolgoknak az életünkben, vagy szolgáltatásoknak. Ha értékvesztés van, akkor pénzvesztés is van. És hogyha pénzvesztés van, akkor értékvesztés is van. Vagy mentális, vagy materiális, emberi, egyéb, de mindenképpen értékvesztés van. Hogyan tartjuk meg az értéket? Tehát a minőségorientált gondolkodás az lesz a helyes mennyiségi gazdálkodásnak lást pénz és egyéb gazdasági eszközök az alapja. És ez már nem karma függő. Az érték, a minőség, az már valamilyen szintű darma, ami nem az én véleményemtől függ, de inkább a meglátásomtól függ. Tehát a pénz az egy termék, az egy folyomány, az egy teremtett dolog. Értékek nyomán teremtjük ezt, mert az értéket cserélni kell, és klasszikus értelemben mezopotámiától egészen a 20. század elejéig a pénz az egy csereszköz volt. Amikor a pénzből árucik lett, akkor egy kicsikét elkezdtek bonyolódni a dolgok, és amikor a pénzből pusztán elektronikus adat lett, akkor meg átláthatatlanná és megjósolhatatlanná váltak. Nagyon egyszerű a dolog, vissza kell térni azokhoz az értékekhez, amelyek anyagi mennyiséget termelnek. És akkor, ha ezt körforgásba teszed, nem szenvedsz el veszteséget. Jó? Egyéb kérdés? Egy délutáni beszélgetésben említetted, az egyén és a csoportnak a helytelen működését, hogy az egyén a csoport alá helyezheti magát, vagy pedig leuralhatja a csoportot. Mi az egyén és a csoport helyes együttműködése? Hogyan segíthetjük egymást? Ez a helyes mondat. És ez a segítség azt jelenti, hogy a céljainkat nem egymás rovására, hanem egymás javára érjük el. Ennek van olyasféle etikája, olyasféle működésmódja, amely szerint ez megvalósítható. Ez is a darmának, a törvénynek egy része. Nagyon nagy munka az egyéni és a csoport érdeket egyeztetni. Történtek erre nagyon elbaltázott és erőszakos kísérletek, lásd kommunizmus. Történtek nagyon-nagyon érdekes, hosszantartó, hierarchikus és dinasztikus kísérletek, konfucianizmus történtek nagyon materiális és embertelen kísérletek, kapitalizmus. Tehát amikor valamilyen emberidegen ideológia vagy érdekviszony tartja össze a csoportot, akkor az nyomban szétesik, mihelyt ezek a viszonyok nyomás, stressz, félelem, érdek megváltozik. Hogyan tudunk egy embercsoportot úgy megformálni, összetartani és megújítani, hogy az autonóm, önálló és tudatos legyen, Tartalmazon értékeket, tartalmazhat anyagi folyamatokat, de mégis valahol nem függ olyan kétségbeesett módon a világtól, a világváltozásaitól. A válasz az, hogy amilyen mértékben tudatos az egyén, az egyének, oly mértékben tudatosodhat a csoport. A csoport az egyének összege ilyen szinte. A csoport működése, a csoport által alkalmazott értékrend. A törvény, amit beteljesít, szépen megmutatkozik abban, hogy mennyi bölcsesség, együttérzés, önzetlen segítség, vagy mennyi kabzsiság, harag, pusztítás, önzés, és a többi. Tehát mind az egyén, mind a csoport szintjén az ok és okozat törvénye világos. És rajtunk múlik, hogy milyen csoportot hozunk létre, de ahhoz magunkat is nagyon jól kell ismerni és magunkat is egy sokkal tisztább állapotba kell hozni. Nem várhatod azt, hogy a csoport jobb lesz, mint te. Pedig állandóan ez, hogy majd a csoport megoldja, majd a vezető, majd a helyettese, majd ez a poszt, meg az a tisztség, majd az megoldja. Nem, te oldod meg. Tedd a dolgod, és ne tedd más dolgát, de te oldod meg, mert a te tudatszinted a csoport tudatszintje is. Hát ne lepődjünk meg, ha olyan eredményeket látunk, hogy Úristen, hát ez hogy lehetett? Ő most hogy került ide? Az hogy foglalhatta le ezt a pozíciót? A közös tudatformának a kivetülése, a közös karmának az eredménye. Jó reggelt kívánok! Ez egy nagyon kemény ébredés. Egyéb kérdés, bármilyen? A jelenségek természete olyan, hogy keletkeznek és megszűnnek. Ez mindenre igaz. Emberi kapcsolatokra csoportokra, érzésekre, minden, ami megjelenik. Mégis miért ragaszkodtunk hozzá? Tehát mondod, hogy igenis energiát fektessünk bele bizonyos dolgokba. Ha a dolognak az a természete, hogy keletkezett, és ha már fel kell, hogy bomoljon, akkor felbomlik. Miért eszünk, ha tudjuk, hogy ki fogjuk kakálni és pisilni az egészet? Miért? Mondjad. Hát alapszükségletünk. Igen. De nem minden alapszükségletünk. Bizony nem. Hát hogyha van egy érzés bennem, ugye majd beszéltünk itt a szerelemről. Az alapszükséglet? Ö, hát azért elég sokan vágynak rá. Nem, nem rólad van szó. Rólad nem. van szó. Neked alapszükséglet? Hosszú, Én a szerelemmel kapcsolatban azt vettem észre. Megoldatlan karma, látszik? Hosszú szünet a válasz előtt, megoldatlan a karma. Ez Én az. azt vettem észre, hogy egy illúzió sok esetben. Hogy mondhatsz ilyet? Ezt tapasztaltam. Igen? Igen. Hány gyermeked van? Kettő. Ők uh -huh. is illúziók? Én a, mu a szerelem mulandóságára mondtam, tehát akkor ott, akkor az volt lásd a kapcsolatot a szerelem és a gyermekáldás között. Illúzióból születhet illúzió? Nem. De illúzióból csak illúzió születhet. Tessék figyelni. Illúzióból egy szeretett személy nem születhet. A szerelemből lesz a gyerek. Így van. Tehát a szerelem sem illúzió, mert a gyerek sem az. Hát akkor mire nem van nem, a... nem, ez, nem ezt nem ez szerettem volna Elmondani. Én tudom, hogy nem ezt szeretted volna, de viszont hallanod ezt kell. Okay. Szépen elmélettel kicsontozod a valóság egy részét, amely valami miatt kellemetlen vagy megoldatlan. Tehát az illúzió bélyegét ráteszem, mert nem akarok vele foglalkozni. Viszont ha megnézed, minden jelenségnek ugyanaz a természete, nem az, egy illúzió vagy valóság, ugyanaz a természete. Tehát ha energiát teszel bele és hitet, és információt, és szeretetet, és az addig fönnáll. Nézd meg az emberi kapcsolatokat. Ha nem teszek bele, akkor elporlad. Elmúlik. És ez a szerelemre, a gyermekekre, a szülői kapcsolata, mindenre igaz. Nincs különbség. Mit szeretnél? Milyen kapcsolatot, milyen jelenséget szeretnél? Nincs olyan, hogy alapszükséglet vagy nem. Van, amitől fizikailag halunk meg, hogyha nincs, kajcsi meg egyebek, hanem érzelmileg, emberileg halunk meg, ha nincs. Ugyanúgy alapszükséglet, mint a kettő. Köszönöm. Szívesen. Nagyon örülök, hogy ennyien együtt gyakorlunk, és egy újabb kiolcsét fogunk körülbelül három hét múlva befejezni. Látjuk már, hogy a darma hogy működik, akár az alaksorban, akár az első, második vagy harmadik emeleten. Egyénben Családban, csoportban. Kívánom azt, hogy együtt haladjunk az úton, érjük el tudatunk legfelébredettebb állapotát, műveljük a kapcsolatainkat helyesen, és szabadítsunk meg mindennét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.